Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás május 15-ig. Itt látható ez a felhő, tehát beborult valami átláthatatlan. És miről van szó? Itt lehet egy hamis személy a háttérben, aki figyel téged. Számodra ez átláthatatlan. Ez lehet egy barátnő is, hiszen itt megjelenik a barátság, és ez a kígyó jelent egy női szemét. Ami még átláthatatlan, ez a hír, tehát át kell látni a dolgokat, valamit megvizsgálni. Ez jöhet ettől a hamis szemétől, vagy a toronyból. És ez a torony jelenti a hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Ez lehet egy szerződés, vagy egy dokumentum. De benne vagy a megújulásokban, és itt van a gyógyító erő, hiszen ez a kígyó ezt is jelentheti. És itt lesznek új kapcsolatok, új barátságok. Hamarosan kisüt a nap, ami itt látható, tehát átlátod a dolgokat. Amit a felhő itt még jelent, az időt, mégpedig fél évet. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, hiszen lehet, hogy akkor volt itt ez a hamisság, és most valami vagy valaki visszatér a múltból, de másképp fogod látni a dolgokat, hiszen itt akkor eltűnik a felhő, és kisüt a nap. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat, az anyagiakat, itt is kisüt a nap, tehát szerencse az anyagiakat illetően. Itt megvan a levegő eleme, a könnyűség, a változások, és az élet utadon, itt a jövőben kivirágzik valami. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és itt megvan a kapcsolat, sőt, ez lehet egy eljegyzés, vagy egy házasság is. Itt kinyílik egy új kapu, új lehetőségek, és te élhetsz ezzel a lehetőséggel. Itt a ház környékén megjelennek a könyvek. Ez utalhat tudásra, továbbképzésre, vagy a gyermekekre, az iskolára, de jelenti a titkokat is. És előfordulhat az, hogy valaki a környezetedben eltitkol előled valamit. Ez lehet a szomszédság, vagy a rokonok. A múltban itt volt a felhő, és a ravasság, a hamisság, és az élet utadon ott voltak annak idején ezek a kövek, a nehézségek, a problémák, és a medve jelenti az élet erődet. Itt a nehézségek miatt fáradtnak, és kimerültnek érezted magadat. Különösen, ami úgy fél évvel ezelőtt volt. De itt megvan a változás, sőt, a négy levelű lóhere szerencsét hoz neked. Itt kivirágzik valami, és előre mennek az események. Ez a mozgás lehet minden, ami mozog. Lehet egy utazás, lehet költözködés, lehet munkahelyi változás, vagy sport, vagy autó. És ezek a változások jót jelentenek számodra. És a kígyó ebben az esetben az jelenti a megújulásokat, a gyógyító erőt, új kapcsolatokat, új barátokat. Ezek lehetnek külföldi kapcsolatok, hiszen itt megjelenik a hajó, vagy egy közös utazás. Ez a közös utazás lehet egy közös életút is, egy szép lelki kapcsolat.
És a virágcsokor jelenti a szerencsét, ugyanúgy, mint a négy levelű lóhere, amit a virágcsokor még jelent, egy kellemes meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék, de azt is jelenti, hogy szép vagy, vagy megszépítesz valamit itt az otthonod körül. És a gyermekek jelentik természetesen a gyermekeket is, de utalnak egy új kezdetre, megújulásokra, néha jelentik az áltatlanságot is. És így mennek előre a dolgok, és ez a hajó nem csak az utazásokra utal, hanem a reményre is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!